A pókember. A főszerepben Nicholas Hammond. Fényképezte Fred Jackman. Írta Olvin Borec. Rendezte E.W. Schwackhammer. Mennyi a vérnyomásom? Where are you going? Hova megy? Hey, Doki, ezt nem veszi le? Hey, Doc! What's the matter? Mi van magával? Kétlem, hogy a vád kitartana a bizonyíték megalapozottsága mellett. Nagyon szánalmas lenne, ha az államügyészség által bemutatott bizonyíték alapján a vádlottat bűnösnek mondanák. Hölgyeim és uraim, tisztelt esküdtség! Kahnweiler úr, hova megy? Nagyon jó, de mihez kezdjek velük? Ez nem kiállító terem. Nekem olyan képek kellenek, amik elkapják az olvasót. Sajnálom, Parker, nem tudom használni. Ha kiküldene valami eseményhez, olyat hoznék, ami kell. Nézze, én nagyra becsülöm, hogy elvégezte az iskolát, diplomát szerzett. Ha nem így volna, nem is foglalkoznék magával. Sajnálom, fiam, dolgom van. Mást is tudok mutatni. Ezt már mondogatja egy ideje, aztán jön a művész fotóival. Mind a ketten jobban járnánk, ha abba hagyná. Gigi! Gigi! Mondtam, hogy valami nem stimmel ezzel a bankrablással. Ezt nézd meg. Rendkívüli küldönc hozta. Ezzel van tele az újság, a rádió, a tévé. Peter, kapcsold be a tévét. Mi ez a nagy izgalom, Robi? Nyugodj meg! Mi van ezzel a sráccal? Elment az esze? Egy szót se hiszek belőle. Valaki szórakozik. Nem tudom. Egy ügyvéd és egy orvos összeáll, hogy bankot raboljon. Nem hiszem, hogy ennyire szükségük lenne a pénzre. Nyilván. Megszakítjuk adásunkat. Most kaptuk a hírt.
A város történetének egyik legfurcsább bűnügyéről kaptunk jelentést. A polgármester zsaroló levelet kapott, amelyben 10 New Yorkit életveszélyesen megfenyegetnek. Ez valami kacsa. A levél írója bejelenti, hogy 10 személy agyát arra programozta be, hogy parancsára elpusztítsák önmagukat. Bizonyítékul felelősséget vállal azért a bankrablásért, amelyet ma reggel követett el a város két köztiszteletnek örvendő polgára. Terrorista? Mit akar? Amit mindenki. Pénzt. 50 millió dollárt követel, melyet pénteken délig egy később meghatározandó helyre kell vinni. Hírműsorunk további részleteket közöl majd, amint sikerül újabb értesüléseket szereznünk. Folytatjuk műsorunkat. Leállítottam a számot. Kicserélhetjük a címoldalt. És mi van, ha az egész csak kacsa? És akkor mi van, ha nem írunk róla, és igaz? Mit gondolsz, Peter? Nem mindegy. Én csak az utca emberének a véleményét akarom hallani. Nem nagyon értek a távvezérelt agyakhoz. Van az úgy. De tudom, hogy folytak kísérletek, és az embert lehetséges kényszeríteni akarata ellenére. Igen? Bizonyítsa be. Ugyanez szenzációs hír. Négy hasábos első oldal, jó? Ha szétkapkodják az újságot, rendben, de jól írd meg. Idéz a polgármestertől, ha sikerül találkoznod vele. Csináljak egy pár képet róla? Annyi képünk van róla, hogy kitapétázhatnánk vele a házat. Ne pazarolja az idejét, örülök, hogy láttam. Szóval akkor ide egy képet a bankról, alá a két pasasról, fejlécz két tiszteletre méltó állampolgár bankot rabol. A címek? Idézetek a cikkből. Nézd meg, így fog kinézni. Hé, te fene gyerek! Mi van? Elfelejtetted föltenni a vészjelzőt. Persze, ha vállalod a kockázatot, hát szót se szólt. Ha volna sugárzást, tudnánk róla. Különben mi van veled? Ne haragudj, valami más jár a fejemben. Dave, te hiszel benne, hogy emberek agyát irányítani lehet? Van egy pár viccem, de úgy látom, komolyan beszélsz. Nem olvastad az újságot? Nem. Miért? Egy pasas azt állítja, hogy 10 ember öngyilkosságot fog elkövetni, ha a város nem fizet neki 50 millió dollárt. Hogy ez nekem nem jutott eszembe. Te hogy csinálod? Lesz nekem épp elég bajom, ha kiderül, hogy a vészjelzőt rosszul állítottam be. Én még növésben vagyok. Szóval te a tudomány oltárán áldozod föl magad. Kösz. Van itt valami Peter Parker? Ott van. Én vagyok. Biztonságban van itt az ember? Ha túl van a gyermekáldáson. Csak viccel, ne izguljon. Ezt magának hoztam. Köszönöm. A kondenzátor az adóvevőmhez. Mit csinálsz a padlásszobádban? Ülállomást? Utánvét, 46 dollár 20 cent. Fizess ki. Nem hiszem, hogy van nálam annyi. Ez így van. Várjon, Dave, adj kölcsön 30 dollárt. Kösz a bókot, de egyelőre azt se tudom, hol vacsorázom ma este. Nem akarsz meghívni? Hagyja itt, megszerzem a pénzt. Fiúk, én csak baráti szívességből jöttem ide. Bátor ember. Kiállítok egy csekket. Nem gondolja, hogy megvárom. Egy pillanat az egész. A fogorvosom legalább rábad egy ólomköpenyt. Maguk meg hagyják, hogy csak úgy sétálgassak. Mi lesz, ha ez az izé elkezd lövöldözni? Mi lesz velem? Tudja mit? Később visszajön és odaadom a pénzt. Viccel. A dupláját fizet is, eljövök ide-vissza. Ha kell ez a vacak, jöjjön le a raktárba. Miért ijesztetted el? Nekem kell ez a kondenzátor. Inkább segíts. Ha kiöntöm ezt a rádióaktív hulladékot, soha többé nem lesz szükséged semmire. Így könnyebben jutunk a PHD-hez. 400 rádiusz fölött van.
Mi volt az? Micsoda? Ott volt valami. Mintha megcsillant volna. Én nem láttam semmit. Mennyit mutat a Geiger? 900-at. Jó, tartsd ott. Egy kicsit izgulok. Bekapsz egy dózist ebből az anyagból, aztán viszlát. Majd én ellenőrzöm. Meddig akarsz még dolgozni? Meg kell vizsgálni a tranzisztor áramköröket. Én megyek és bezárok. Barbara kapitány vagyok. Maga nyilván mindent látott. Igen, kijöttem az üzletből, és az az autó elkezdett követni. Rohantam, de csak jött utána. Ismeri azt az embert?
Nem, uram, soha életemben nem láttam. Ez is elég furcsa, nem? Írják fel ennek a szegény ártatlan járókelőnek a nevét és címét, és a kíváncsiskodókat távolítsák el. Hol a pénz? Nem volt ott. Hé! Fiú, gyere csak ide! Én tudom, hogy segíteni akarsz. Nem tudnád megmondani, hova lett az a 20 000 dollár, ami a kocsiban volt? Sajnálom, nem tudom. Oda ment valaki a kocsihoz, miután neki ment a falnak? Attól tartok, fogalmam sincs. Ne tart semmit, rendőri védelmet ajánlok. De én nem voltam itt. Hát hol voltál? A rendőr azt mondja, senki nem jött ki a Zsák utcából. Úgy értem, nem láttam semmit. Becsuktad a szemed? Nem bírtad nézni, igaz? Helyes a feltevésem? Igen, uram. Vedd fel a nevét és a címét. Már megvan. Elmehetek? Miért vagy így besózva? Vizsgára készülök. Mehetsz tanulni.
Hé, te! Tedd le! Látta? Azt a mukit a falon. Most megvan. Ott mászott. Gyere csak ide. Ott mászott a falon. Láttam. Igen, igen, igaza van. Én is láttam. Ott mászott. Nyugi, csak egy narkós. Én is láttam. Mi van magukkal, emberek? Hol van? Mutassák meg. Maga látta? Láttam, egy perce még ott volt. Valaki mászott a falon. Igen. Hihetetlen. Ott mászott lefelé a falon. Láttam, láttam. Én is láttam. You can have them all. Megkaphatja az egészet $46. Az a baj, hogy elég egyformák. Ez a pasas keríti hatalmába az emberek agyát. A fickó, aki a zsaroló levelet küldte, ugyanaz, aki miatt a rablások és a balesetek történnek. Rablás, rombolás, pusztítás. Ehhez a sztorihoz nem ez kell. Csak $46. Ha hozna egy képet arról a pókemberről, azt megvenném. Kiről? A pókemberről. Ezek a piások úgy nevezték, nem? Azt mondták, hogy lefelé szaladgált a falon. Itt valami nem stimmel. Mindenki meghűlt. Egy orvos, egy ügyvéd, most meg egy bíró. Ezek a rablások, meg ez a sok ember, aki azt állítja, hogy egy pasas rohangál a falon, mint a pók. Azt hiszem, nyugdíjba vonulok. Robi, hozd be a kefele vonatot. Magas egész normálisra itt akar dolgozni. Egy pókember. Igaz. Létezik. Mászkál a falon, és olyan, mint egy pók. Szóval a pókember létezik. Igen. Biztos benne? Teljesen biztos vagyok. Azt akarja mondani, hogy magát is behálózta? Nem, uram, de láttam. Hallod ezt, Robi? Parker úr azt mondja, hogy látta a pókembert. Hát nem nagyszerű. Nem narkós maga? Én láttam. És hogy nézett ki? Mint egy pók. Hány lába volt? Kettő. Ugyanis ember. Most mondta, hogy pók volt. A póknak sok lába van. Csak azt mondtam, hogy olyan. Képes mindenre, amire a pók. Falon mászik, hálót sző, és iszonyúan erős. A pókra például rá lehet lépni. Ő rá is rá lehet lépni. Nem, uram. Mondtam, hogy nem pók. Felnőtt ember. Egy pók ereje van benne, de méretarányosan. A pók szörnyen erős állat, tudja? Ezerszer erősebb, mint ön, vagy... Vagy én? Mit szólsz ehhez, Robi? Hiszel ebben az egészben? Azt hittük, hogy egy kedves, aranyos fiúval állunk szemben. Mi is igyekeztünk kedvesnek lenni. Parker, távozzon innen! Higgyenek nekem! Én láttam, és be is tudom bizonyítani. Hogyan? Lefényképeztem. Ez igaz? Tényleg van róla képe? Igen. Miért nem ezzel kezdte? Hogy néz ki? Olyan... Milyen? Milyen az öltözéke? Hogy érti azt, hogy milyen az öltözéke? Maga mondta, hogy mászkál a falon, nem? Akkor nyilván tornacipőben van. Nem, szó sincs ilyesmiről. Speciális jelmezben van. Jelmezben? Igen. Persze. Ki szeretné, ha felismernék az utcán? Nézzétek, ott megy egy pókember, a falra mászós. Nyilván ugyanúgy van magánélete, mint önnek, vagy nekem. Rendben van, jelmezt visel. Menjen haza és hozza a fotót. Megegyeztünk? Hozza a képet. Persze. Hozza. Gyerünk, Robi, munkára. Egy kéthasábos cikkel indítunk. Peter, nem jössz ebédelni? Egy pillanat. Igyekez, mindenki hűl. Bevetted az allergia gyógyszert? Egy pillanat, dolgom van. Bevetted a gyógyszeredet? Igen. Jó, hozom a levest. Peter, hallottad? Igen, nénik, én hallottam. Peter!
Mi ez rajta? Alsó nem is? Nem, uram, kezes lábas, amilyet a tornászok használnak. Testhez álló. Ez tetszik, tényleg lóg a falon. Hogy csinálja? Nem tudom. Csodapók. Elkapta azt a zsebest, nem? Hogy maradt fönn? Mi tartja ott? Ha ilyen képessége lenne, mihez kezdene vele? Föllépnék a cirkuszban. Biztos, hogy eredetiek a képek? Ugyan, hagyd már békén. Elmondta, hogy véletlenül akadt a pókemberre, és tudod, hogy mindig nála van a fényképezőgép. Már két napja nyúsz, hogy adjak neki 46 dollárt. Lehet, hogy csak humbug az egész. A barátnőjét rávette, hogy varja meg a göncöt, aztán gyorsan megtanult farkamászni. Adjuk ki, csináljunk egy külön kiadást. Igen. Mit mondtál? Nem értettem, mondd még egyszer. Hol? Dance és Carlisle. Jó, oda küldök valakit. Itt a következő. A zsaroló akcióba lépett. Egy gyár fizetése. Neki hajtott a falnak, mint a többi. Azonosította? Nem, de nincs kizárva, hogy maga a kormányzó. Küld ki McNeilt, csináljon egy képet. Kiszálláson van. Nincs benne senki. Mit szólsz Peterhöz? Ő elvállalja. Tudja, hol van Tenz és Carlisle? Igen, arra jártam iskolába. Újból be is iratkozhat, ha nem csinál egy pár jó képet. Köszönöm, Jameson úr. Ezzel a pókemberrel egy fantasztikus vasárnapi számot csinálhatunk. Egyébként ezekből hányat kér? Majd gondolkodom rajta, menjen már! Igen, uram. Pókember. Micsoda név? Hol a pénz, Monahan? Hol az 5000 lepedő? Valakinek még lennie kellett az autóban. Téved, Monahan, téved. Ez egy magányos farkas volt, egy őrült magányos farkas. Nézd meg, egyenesen neki rohant a falnak. Van erre valami magyarázat? A másik három ugyanezt csinálta. Azt hiszem, igaza van, kapitány úr. Hát persze. De miben? Hogy őrültek. Tisztes úri emberek, nem holmi csirkefogók. Egy professzor, aki elrabolja egy egész gyár fizetését. Ez nekem már túl sok. Hol az az asszony, aki telefonált? Itt van. Micsoda meglepetés. Üdvözlöm, kapitány. Fényképezgetek. Arra való a fényképezőgép. Ugye nem találja furcsának, hogy maga kezd aggasztani engem? Meg tudom érteni. Szóval érti, mire gondolok. Nyilván arra, hogy a helyszínen mindig találkozunk. Teljesen véletlenül vagyok itt. Ha megengedi, készítenék néhány képet. Egy újságnak dolgozom. Mi sem áll távolabb tőlem, mint hogy akadályozzam a sajtót. Parancsoljon a vendégem. Köszönöm. Még találkozunk. Rémes állapotban van, miért nem viszik el? Beszorult a kormány mögé, nem szabad megmozdítani. De nem maradhat itt, nézze meg! Nyugodjon meg, mindent megteszünk, amit lehet. Nem hozna itt a karót? Dehogy nem. Mi történt? Nem tudom, talán elmozdult a kormány. Kapitány úr! Ki tudjuk szabadítani? Menjen arrébb, legyen szíves, kösz. Nem tud vigyázni. Thank you.
az apám. Menjen innen! Apa, mi történt? Az iskolából hívtak ki. Nem tudom, nem emlékszem. Vele akarok menni. Rendben, elintézzük. Állítsanak rendőrt az ajtajába. Az orvos szerint rendben van, hívjanak. Ő az egyetlen, aki nincs kómában. A többi kihallgathatatlan. Lelépni. Elmondaná, mi történt? Elrabolta a fizetést, egy professzor. Tudom, ez nem lehet igaz. Igaz? Igaz. Tyler kisasszony, az édesapja az egyetemen van, ugye? Az angol tanszéken. Igen, nagyon ismerős volt. Én Peter Parker vagyok. Elkísérem a kórházba, ha akarja. Ez valami tévedés, ő nem tette. Ne aggódja, minden tisztázódni fog. Tyler magához tért, kórházba szállították. Utasítást kérek. Ideje, hogy elmenjen, kisasszony. Minden rendben jön, papa. Majd meglátod. Ne hidd el, hogy én ilyet tettem volna. Eszedbe se jusson. Legyen szíves. Noah Tyler, elpusztítani.
Gyerünk, szedjék le onnan! Csináljon valamit! Azt csinálom. Látja, kapitány, a pókember. Az a pasas az újságokból. Hozzák le! Ki a fene lehet ez? Volt, mindent lekésett. Erről kellett volna képet csinálnia. A maga pókembere a kleptos Tylerral. Ez lett volna az igazi. Szerencsére a többi újságtól se volt ott senki. Na jó, mutassa, amit a balesetről csinált. Sajnálom, az a helyzet, hogy... Adja már. Sajnálom, uram, nem sikerültek. Nem, egy vasat se kap, és többet ne hozzon nekem képeket. Nem tudnak kölcsönadni 46 dollárt. Megadom. Ez a legkevesebb azok után, amit értünk tett. Jöjjön. Apám azt mondja, ő nem tett semmiről, teljesen kikapcsolt. De beszélt magával, felismerte magát. Ez az, amit nem értek. Látszólag rendben van. Egyáltalán nincs rendben. Arra sem emlékszik, hogy mi történt. Barbara azt mondja, hogy a főpénztáros felismerte. Félek, Peter, fogalmam sincs, mit csináljak. Azt gondolom, a tiszta őrület, hihetetlen. Megtenne egy szívességet? Persze. Apám egy különleges csoportba járt. Tudja, sokféle van. Koncentráció, készség, képességfejlesztés, meg egy csomó ilyesmi. A pasi lepedőbe burkolózik és gurúnak képzeli magát. Ez nem vicc, Peter. Elnézést. Az apám komolyan hitt benne. A csoportvezetőjét Byronnak hívták. Hallott már róla? Nem. De ha az apja hozzájár, talán segíthetne. El akarok menni hozzá. Elkísérne. Mikor? Most. Beszélnem kell Byron úrral. Hát persze. Úgy izgulok. Másképp nem is engednék be. Melyik az a Byron? Nem tudom. Ha az élete nincs rendben, változtatni kell rajta. Elnézést. Jó napot. Örülök, hogy eljött. Edward Byron vagyok. Judy Tyler. Tyler professzor lánya. Hát persze. Peter Parker. Örülök, hogy itt van. Barátaim, ideje, hogy elkezdjük a foglalkozást. Fáradjanak be.
Hol a pénz? Milyen pénz? Ki mondta önnek, hogy rabolja el a fizetéseket? Nem tudom. Egy professzor okosabb válaszokat is adhatna. Azt hiszem, ön többet tud a dologról, mint az elég nagy baj. Ki az agytrözt? Ki ütette a fülébe a bogarat? Nem tudom. Na tessék, kezdhetjük előről. És azt sem tudom, mikor történt. Pedig ezek még az egyszerű kérdések voltak. De mi van például azzal a nemzeti színű dresszes pasassal, a pókemberrel? Gondolom, sose látta. Nem. Akkor hogy lehet az, hogy egyszer csak előbukkan, fölkapja magát és fölcsügöli a tetőre? Én... Tudom, sose látta. Tökéletesen megértem magát, hogy nem hisz nekem. Pedig én lennék a legboldogabb, ha válaszolni tudnék a kérdéseire. Nem túl kellemes arra gondolni, hogy valaki uralja az ember agyát. Hogy valaki azt tesz velem, amit akar. Nyilván így van. Talán van még remény. Én csak egy vagyok a 10 közül. Félnek. Halálosan félnek a világtól. Agyukat csak azt tölti ki, hogy mit gondolnak az életről. Megérdemlik, hogy nyomorult senkik legyenek. Attól, hogy mindent megtesznek a boldogság érdekében, sose lesznek boldogok. Byron úr, nem értem, mit akar ezzel mondani. Hogy az ördögbe lehet az ember boldog, ha meg sem próbálja? A boldogságot nem lehet csak úgy leakasztani a fogasról. Maga beleszeretett a boldogság gondolatába. De annyira magába zárkózott, hogyha valami igaz öröm éri, észre se veszi. Én tudom, mit tenne boldoggá. Egy vidéki ház a gyermekeimnek. Ez is egy tipikusan korlátolt elképzelés. Soha életében nem fogja megérteni, miről van szó. Annyira magának való, hogy nem igen tud egyebet felfogni. Miről beszél ez? Elkezdjük a gyakorlatot. Megpróbáljuk megtalálni a módját, hogy megváltoztassuk tudati állapotukat, hogy valóban megismerjék igazi lényegüket. Remélem, új barátaink velünk maradnak. De annak még jobban örülnék, ha hivatalosan is belépnének csoportunkba. Beiratkozunk a csoportba? Én semmi ilyesmiben nem tudok hinni. Én igen. Nekem most nagyon el kellene egy kis lelki támogatás. Egy szegény egyetemistától is elfogadna? Lehet róla szó. Azt hiszem, belemegyek. Talán Byron foglalkozásai segítenek. Be kell kapcsolódnom a gyakorlatba. Én nem értem. Ez a Byron, mintha mindenáról le akarná lombozni a népet. Ez nem segíteni akar. Elnézést. Elfelejtettem bevenni az allergia gyógyszeremet. Sok okos dolgot mondott. Én járni fogok. De magát senki se kényszeríti. Tudom. Én csak arra gondolok. Fáradt vagyok, haza akarok menni. Jó, persze. Még találkozunk, ugye? Persze.
50 millió dolláros zsarolás ügyében a polgármester már megkapta a zsaroló második levelét. A levél írója felelősséget vállal az elmúlt 72 órában történt betörés sorozatért. Sőt, annak bizonyítására, hogy valóban teljes hatalmat gyakorol áldozatai felett, folytatni is fogja. A polgármesterhez eljuttatott levél azt állítja, hogy a következő áldozatok programozása már folyamatban van, valamint biztosítékot kér a városi tanácstól, hogy hajlandó kifizetni az összeget. Az elpusztításukra szolgáló időzített bomba már ketyeg, figyelmeztet, csak önök állíthatják meg. Fenwick doktort keresem, Peter Parker vagyok. Én remekül, és ön? Mondja, nem csinálnak ma valami furcsát az űrlaboratóriumban? A komputerek a szokásos módon működnek? Van itt egy fura jel. Nem tudom, mi ez, de valami különlegesen érzékeny berendezés lehet. Olyasmi, amit önök használnak az űrkutatásban, mikrohullámú. Biztos benne, hogy semmilyen adás sincs? Igen. Soha nem láttam még ilyet. Elnézést a zavarásért, köszönöm. Süllyed, egyre mélyebbre és mélyebbre. Végre vége az életednek, eljött a vég, de én adok egy utolsó lehetőséget. Figyelj! Jól jegyezze meg mindenki, amit mondok. Pontosan azt kell tenni, amit kérek. Mrs. Elkins, meg akar tenni nekem valamit. Valami nagyon fontosat. És nem szabad hibáznia. Thank you.
Viszontlátásra, Mrs. Elkins. Viszontlátásra. Byron úr, valamit kérdezni akartam, de nem emlékszem, hogy mit. Ha eljön az idő, eszébe fog jutni. Nem várhatunk tovább. Beprogramoztam őket a végső lépésre. Biztos, hogy nem ment túl messzire? A polgármester időt kért. Hát persze. Előbb-utóbb megdolgozzák Tylert. Hogy a rendőrség rájön az összefüggésre a bankrablások között. Ha nem esünk túl az egészen péntekig, vége mindennek. Öljétek meg! Yeah!
Ki ez? Az újságban olvastam valamit róla, senki nem tudja, ki ez. Nyilván Tarzannak képzeli. Örülök, hogy téged szórakoztat, engem nem. Gondolja, hogy értesíti a rendőrséget? Nem találnak semmit. Furcsa figura. Ez vissza fog jönni. Tudja, mivel foglalkozik ez a hölgy? Egy kórusban énekel. Hallod, Monahan? Vasárnaponként a templomban énekel, és csütörtökön bankot rabol. Kíváncsi vagyok, miért? Azt mondják, kritikus az állapota, nem lehet bemenni hozzá. Ilyen a mi szerencsénk. Talán a pszichológus kiszed valamit Tylerből. Olvastad az első jelentést? Nem. Gyere ide. Átrezegtették a beteg alfa hullámait. Mit jelentett ez? Én nem tudom. Jó, lehet, hogy kiszednek belőle valamit. De ez az agyterrorista addigra már hetet hét határon is túl lesz az 50 millióval. Öt köztiszteletben álló polgár nem golyózik be csak úgy. Kérdezzétek ki a családtagokat, mindenkit, aki ismeri őket. Tudni akarok mindent. Meg kell találnunk az összefüggést. Így van, kapitány. Ezzel a pókemberrel mi a fenét csináljak? Kaptunk erősítést. Hófehérkét, meg a hét törpét, és ha minden jól megy, a rettenthetetlen ólom katonát. Mit csináljunk a pókemberrel? Honnan tudjam? Rendőr vagyok, nem rovarírtó. Kifelé! És küld ide azt a tanoncot. Igenis, kapitány. Parker, a kapitány kéreti. Üljön le. Úgy tudom, maga Tyler professzor barátja, igaz? Nem, uram, csak tanít az egyetemen. Végzős vagyok, és be is dolgozom egy kicsit. Szóval bedolgozik. Tud adni valami magyarázatot a professzor viselkedésére? A világon sem. Gondolom, nagy lelkesedéssel dolgozik. Például a pókembert is fotózza. Ez maga, ugye? Peter Parker. Igen, én vagyok. Ahogy így beszélgetünk, úgy tűnik, sok köze van az ügyhöz. Nem mondom, hogy maga egy nagy mókamester, de amikor először találkoztunk, alig pár lépésre volt a bankrablók kocsijától. Aztán legközelebb a professzort fényképezgette a roncsban. Mivel magyarázza ezt? Puszta véletlen. Furcsa véletlen, nem gondolja? Így van. És egyre furcsább lesz. Kiderül, hogy maga hivatalosan fotózik valakinek, aki szintén belekeveredett az ügybe, és akit én rettenetesen szeretnék kikérdezni. Ki az? Mit szólna egy kis továbbképzéshez a sitten? Válaszoljon, vagy lecsukatom. A pókembert szeretné kihallgatni? Eltalálta. És miről akar beszélni vele? Talán csak meg akarom kérdezni, hol szerzi be a hálóját. De lehet, hogy elmondja, mit keresett a kórház tetején. Hol szerzi a fülest? Hogy tudhatnám meg én is? Kell lennie valami értelmes magyarázatnak. Szeretném hallani. Tegye meg egy szívességet. A legközelebb fotózza, mondja meg neki, hogy találkozni szeretnék vele. Megteszi? Hogyne. Köszönöm. Ha nincs több kérdése, elmennék. Fontos dolgom van. Én pedig ki akarom deríteni, hogy becsületes emberekből hogy lesz bűnöző. Ez is elég fontos, nem? Hogyne, uram. Köszönöm. Az órának vége. Judy otthon van? Meg tudnám mondani, hol érem el? Ha hazamegy, mondja meg neki, hogy Peter kereste, és azt üzeni,
óvakodjon Byrontól. Ne menjen oda, míg nem beszél velem. Megteszi? Köszönöm. Jó napot. Oh, hi. Jó napot. Tegnap délután voltam itt Tyler kisasszonyban. Igen, Tyler professzor lányával. Olvasta a hírt az újságban? Igen, felfoghatatlan. Egy ilyen ember. Tudom, hogy gondjai voltak. Nem is reméltem, hogy viszont látom, kedves... Parker. Nem volt elragadtatva a foglalkozástól, ha nem tévedek. Az igazat megvalva kicsit zavarban voltam. De beszéltem egy pár emberrel, és most már nagyon szeretnék részt venni a programban. Nem vagyok meggyőződve, hogy megfelelne Parker úr. Láttatta, hogy nincs kímélet. Az engem nem zavar. Biztos benne? Nem szeretem olyas valakire fecsérelni az időmet, aki a kúra közepén kisétál. Biztos vagyok. Akkor jó. Tessék a tagsági jelvénye. Ezzel már be is jöhet a következő foglalkozásra. És most engedje meg, hogy adjak önnek egy kis olvasnivalót. Figyeljen! Jegyezze meg, nagyon fontos. Amikor kimegy innen, elfelejti, hogy itt volt. Sose látott engem, sose volt ebben a szobában. És most érintse meg a jelvényt, amit az apójára tűztem. Tartsa magánál mindig, bárhova megy. Pénteken szüksége lesz rá. Pénteken délben pontosan 12-kor felmegy az Empire State Building tetejére. És amikor meghallja ezt a hangot, leugrik. Bűnügyi szakértők egybehangzóan állítják, hogy a zsaroló követelése példanélkülálló. Kérdés, hogy a polgármester hajlandó-e fizetni. Azt is nyilvánosságra hozták, hogy az 50 millió dollárt egy hidroplán szállítaná New York-i kikötőbe. A zsaroló egyúttal figyelmeztet, hogy a 10 áldozat halálos ítéletét mindaddig nem vonja vissza, amíg a pénzzel egérutat nem nyert. Már csak 24 óra van hátra a határidő lejártáig.
És most hallgassák meg egyéb híreinket. Az Irán is bejelentette, hogy új petrolkémiai üzemet épített Teheránban. Ez az ember már tudja, mihez kezdjen a pénzével. 200 millió dollár. Csak! Néni, nem kerestek telefonon? Egy lány, Judy Tyler. Nem tudom, kedvesem, mert egy egész rövid időre elmentem itthonról. Ne aggódj, vissza fog hívni. Hová mész? Mindjárt visszajövök. Az Byron. Nem tettünk semmiről, ő a felelős. Vigyék be ezeket a majmokat. Az ő parancsára tettük. Gratulálok, kapitány. Megléptek volna, ha nem jár túl az eszükön. Őszintén szólva volt egy kis segítségem. Az a bohóc ruhás pofa jött rám. Az a csoda bogár. Le kellene csukni. Össze-vissza futkos, mint valami egyszemélyes hadsereg. Nem tudom, honnan bújt elő, de visszamehetne már. Lehet, hogy igaza van. A lakosság nem nyomozhat a saját szakállára. Az a rendőrség dolga. Pontosan. Mégiscsak maguk a legalkalmasabbak. Ha meg akarja írni az újságjában, nem akadályozhatom meg. De örülök, hogy megtaláltam. Jól van? Az nem számít, maga hogy van? Remekül. Sajnálom, hogy nem hallgattam magára. Tudom, hogy keresett. De most már nincs semmi baj. Parker, jöjjön csak ide! Ne akkor ilyen társasági életet, amikor beszélni akarok magával. Gratulálok, kapitány. Nagyszerű munkát végzett. Hol van? Elég a púderből. Hol volt? Előbb telefonál, hogy a kompjútere megoldotta a dolgot, erre én elkapom a munkamestereket, maga meg eltűnik, mint a szürke szamár. Ha nincs az a piros kékruhás haverja, fújhattám az egészet. Hol a fenében volt? Pillanatnyi rövid zárlaton volt. Legközelebb a börtönben végzi a rendőrség megtévesztéséért. Maga mit keres itt? Azt hiszem, ez érdekelni. Mi ez? Hihetetlen. Hogy lehet az, hogy csak maga tudja lefényképezni? Egyszerű. Én hiszek benne.